Lassan 2 hónapja éljük az életünket a veszélyhelyzet miatt kihirdetett különböző korlátozó intézkedésekben. Dr. Szabó Balogh Virág úgy fogalmazott, most már látszik egy úgynevezett elfáradási hatás, ami minden tartósan fennálló krízis helyzetre jellemző. Ennek hatására sokan lazábban fogják fel az eddigi intézkedéseket is. Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy azzal együtt, hogy van elfáradási hatás, látjuk a társas folyamatokban, hogy mások hogy működnek, sokkal lazák ebben a keretrendszerben, nagyon fontos az egyéni felelősségtudat is, mert tényleg nem tudjuk azt, hogy hova vezet egyéni szinten, ki milyen helyzetbe kerülhet, lehet, hogy nem most, hanem évekkel később. A veszélyhelyzet kihirdetése után üzletek, szolgáltatók bezártak, valaki több hétre, sőt, akár egy hónapra is. Most pedig sorra nyitnak újra az üzletek, persze a kormány által engedélyezett időkereten belül. Az újrakezdésről, az ismét megváltozott helyzet hatásairól is beszélt a szakpszichológus. Nyilván mindenféle váltás lehet megterhelő, bármilyen rutinból átesni valami újba, az mindig megterhelő. Azt gondolom, hogy sokak fejében lehet az, hogy akkor most visszáll majd az a rendszer, ami volt, és úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen reális. Egyrészt nyilván óraszámban keretezett, más lehetőségek között lehet azért mozogni, illetve nyilván pszichésen átmentünk egy csomó meghatározó tényezőn, tehát amit szoktak mondani, hogy ugyanabban a patakban nem lehet kétszer lépni, tehát biztos, hogy ez egy másfajta dolog lesz. Azzal együtt, hogy bár sokan most újra nyithatnak, nem biztos, hogy a háttérmenedzsment, tehát hogy otthon a gyerekek tanulása, az megoldott lesz. Tehát azt gondolom, hogy ez is nagyban befolyásolhatja azt, hogy ki hogyan tud megküzdeni, azáltal, hogy mondjuk a munkavilágába visszaesik és vinni kell azt a szerepét. Ha valamit úgy érzünk nem működik jól, akkor üljünk össze a családdal és beszéljük át, hiszen a szerepek elosztását, az idő struktúrálását újra lehet tervezni folyamatosan. A gyerekekkel, fiatalokkal való beszélgetés továbbra is fontos. Tájékoztassuk őket arról, hogy mire számítsanak, hogy lesz még idén iskola tervezhetően a jelenlegi információink alapján, vagy nem. Ballagásokkal, tanévzárókkal, ki hogy képzelje el. Nyilván ez egy fontos dolog, hogy egy időszaknak a lezárása van, akinek a tanév van, akinek hosszabb idő lezárása. Tehát, hogy ez egy fontos igény lehet a gyerekekben, és arról jó velük beszélni, hogy jelenlegi infók alapján mi látszik, hogy ez így lesz, vagy nem lesz. Közösen fantáziálni arról, hogy ha esetleg nem lesz, akkor azt mi hogy tudjuk családilag, hogy mégis valami rítust, egy új rítust teremtsünk arra, ami segíti a lezárást. Tehát az nagyon fontos, hogy menet közben is beszélgessünk velük róla. A jelenlegi helyzetben a legstabilabb kapaszkodó a rugalmasság, hangsúlyozta a szakpszichológus.